Mit szól ahhoz, hogy egy szakállas hölgy nyert az Eurovíziós Dalfesztiválon? Egy nő akkor szép, ha nincs szakálla, és egy férfi ne hordjon női ruhát. Meg fogom nézni a képeket, mert így szóban elmondva nekem furcsa. Énekverseny egy énekverseny, de nem szokatlan a Fidesz politikájától az, hogy Európát folyamatosan leckészteti, és meg akarja mondani Európának, hogy Európa mit is gondoljon bármilyen kérdésben. Botrányosnak tartom. Én semmi problémát nem látok ebben az eredményben. Hát az, hogy a KDNP és a Jobbik elháborodott ezen, azt én egy egészen téves magatartásnak tartom. Szerintem a politikának nem dolga sehol a világban, hogy művészeti kérdésekbe állást foglaljon. Itt elsősorban úgy tűnik, hogy nem maga a dalnak a minősége volt az ok, hogy ez a énekes nyert, hanem az Európai Unióban kialakult másság iránti tisztelet. Mit mondták ott? Hogy milyen visszafogott volt a Balcon nyilatkozat és kultúrát. Csak hogy az a helyzet, hogy ez a dalfesztivál, ez gyakorlatilag már nem létezik, mint minőség. Tehát ha arról van szó, hogy itt a könnyű zenét kellene reprezentálnia, akkor ezt régebb be kellett volna szüntetnie. És ez a legnagyobb probléma, hogy a tolerancia ünneplése ennek a pasasnak a, vagy nőnek a díjazása kapcsán, az tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy a szar segítségével ünneplik a tolerancia diadalát. Na már most egy ilyen folyamat előbb-utóbb mindig visszaüt. Úgyhogy én azoknak a helyében, akik ebben a tolerancia diadalát látják, nagyon aggódnék azon, hogy gyakorlatilag olyan szimbólumokkal hajlandók a saját nézeteiket fémjelezni, amelyek előbb-utóbb vissza fognak ütni. Ugyanis a nemi szervek azok nem politikai kérdés. A nemi szervek nyilvános használata, a nemiség nyilvános használata, az nem a politika területére való, és ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje. Lajos? Hát én azt gondolom, hogy külön kéne választani a művészeti kérdést. Ez egy jó szám volt, és a pasasnak jó hangja van. Ő meg kitalálta azt, hogy a külsőségeket föltupírozza ezzel a női ruhával. Hát nem tudom, hogy ki a háttérbenek közül. Hát a menedzsmentje, akik ezt az egész jelenséget kitalálták. A stábja. De hát például a konzervatív Ausztriának nincsen gondja azzal, hogy érintkezésbe lépjen ezzel a pasással, mindenki fogadta oda-haza a vezető politikusok közül. Mellesleg Magyarországon is a szakmai zsűritől a legmagasabb pontot kapta, tehát akkor a dalban mégiscsak lehetett valami. Ami pedig itt a megnyilatkozó hatalmi embereket illeti, hát azt gondolom, hogy alaposan kirajzolódik az, hogy milyen retrográd értékrendszert vallanak magukénak. De nem perverz az az egész, hogy erről szólt ilyen nagy hangerővel az Eurovíziós Dalfesztivál. Kit érdekel az, és hogy ott egy szakállas nő énekel? Azt szeretném mondani, hogy ezek annyira vicces dolgok. Tökre célba ért a pasi, mert hogy elkezdett róla beszélni ez a nagyon felturbózott kultúrájú kis ország, amelyikben lakunk. A többiről nem tudom, tehát hogy ez általában Európában milyen nagy... Moszkvában nem engedik be, és azért ez is tipikus. Oké, okay, rendben van. Tehát szóval nekem egyformán röhelyes az, hogyha ebben a tolerancia diadalát látjuk meg, hogyha azt hiszem, egyébként arra, hogy közben vágok. Ez egy provokáció volt. Egyébként a dologban az az érdekes, hogy voltam a fodrászomnál, akinek a kollégája egy meleg fodrász, aki hosszan meditált azon, hogy a haj az nyilván paróka volt, az műhaj volt, viszont a szőrzet az viszont valódi volt, ami azért furcsa, mert a transzfeszliták női hormon. Nem transzfeszlita, simán meleg. Nem transzfeszlita? Nem, ő egy férfi, akinek még felesége is volt. De mindegy, én ezt az egészet egy performance-nak fogom fel. Tom Nagyvért, így hívják egyébként. Emlékeztek, ez 2009-ben, amikor a botrány volt, amikor Hermann Nitsch a Kisztelli Múzeumban csinálta azt a vértől tocsogós performance-et, amit Ausztriából hozott át, akkor óriási hisztéria volt belőle. De egyébként pedig a heti válasz írja azt, amivel én nagyjából egyet tudok érteni, mégpedig... Húzok egy narancsot ide, most már nem bírom, hogy a második van narancs, anyaga. És ne aggódjál, akkor de... Akkor idézzél onnan. De nem, Erik, most ebből, mert ezek, ez nagyon kategorikusan... Hát ezzel húzza föl magát. Azt mondja, az Eurovíziós Dalfesztivál nem csak könnyed családi szórakozás, hanem az egész Európából érkezett melegek találkozóhelye is a mindenkori rendezvény helyszínén.
Egy német újságíró beszélése szerint a Dalfesztivál rajongói klubjának 90%-a férfi, akik majdnem mint homoszexuálisok. A fenti idézetek pedig 2007 májusi közlemény a hazai háttértársaság a melegekért coming out-ot ezzel a bejelentéssel írja, és teljesen egyértelmű, hogy a homoszexuálisok diadalaként értékelik ezt a díjat. Hát szóval az a helyzet, hogy a baloldaliak és a liberálisok jelentős része a múltban sem, és úgy látszik még ma sem, tulajdonít elég jelentőséget a szimbólumoknak a politikában. És az a szimbólum, amit ez az eset képvisel, az szerintem súlyosan kártékony magának a toleranciának is az eszméjére. Jó, nézzük meg a reklám előtt az utolsó filmet.